Fergeteges hangulatot varázsolt az örökségünk őrei vetélkedő hatodik döntős csapata tegnap a kolozsvári Magyar Operában. A megosztott első díjat a Púriesz Óvári Ház és a Sétatér csapata, azaz a Református Kollégium és a Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolájának diákjai vihették haza. A Fogadj örökbe egy műemléket vetélkedő 13 csapatából a hat legjobb mérte össze tehetségét tegnap a kolozsvári Magyar Operában. Horváth Anna, az RMDS kolozsvári szervezetének elnöke üdvözölte a fiatalokat, akik be is bizonyították a színpadon, hogy mernek és tudnak nagyot álmodni. A státuspaloták, a Maushinc-ház, a Púriesz Óvári ház, a Sétatér, a Mariánum, illetve a tűzoltótorony örökbefogadói komoly fejtörést okoztak a szakmai zsűrinek, hiszen kivétel nélkül komoly és tartalmas produkciókkal lepték meg a közönséget. Milyen érzés egy igazi színház öltözőjében, tehát igazi nagy színpadon megmutatni a tudásotokat, vagy a tehetségeteket, vagy hát amivel készültetek? Hát mindenképpen felemelő érzés, és igazából rettentően várjuk, már nagyon izgatott az egész csapat, és reméljük, hogy jól fog sikerülni. Ilyenkor már az se számít, hogy nyertek vagy nem nyertek, hanem az a lényeg, hogy megmutassátok, amit hoztatok, vagy számítotok díjra. Igazából csak szívvel, lélekkel szeretnénk csinálni ezt. Sok mindent kellett értékelni, mert nem csak a mai teljesítményt, hanem ugye ez a vetélkedő, ez elkezdődött hónapokkal ezelőtt. És még azt is próbáltuk pontozni, és azon is törtük a fejünket, hogy ne elsősorban csak a vetélkedőn legyen a hangsúly, hiszen itt egy programról van szó, itt egy mozgalmat kell létrehozni, és ezzel a mai nappal ennek nem szabad véget érnie. Az egyik megosztott első díjas a Sétateret örökbefogadó Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolája volt. Ők egészen egyszerűen elvarázsolták a közönséget. Pici pozitív diszkriminációt tehetek, akkor a Kozmuca Flóra iskola gyermekei nálam egy kicsit többet jelentettek, és el is mondom, hogy miért. Ezek a gyermekek kommunikációs szempontból hátrányban vannak a többiekkel szemben. Messze felülmúlták önmagukat, messze felülmúlták a képességeiket, a természet adta képességeiket, és gondolom, hogy az embereknek a szívét megdobogtatták az előadásuk, a le a kalappal előttük. A Púriesz Óvári Ház őrei, a Református Kollégium csapata ugyancsak első díjat vihetett haza. Kedves gyerekek, én egyszerűen el vagyok ragadtatva, csodás és nagyszerű munkát végeztetek, és tudom, hogy mennyi minden közepette született ez a remek mű. 11-en nagyon büszke vagyok rátok, a pótanyátok. Ez a magyar, ki ő? A magyar tanárnőnk Rácz Melinda, aki tudja, hogy magyar olimpia és aranka verseny és más versenyek közepette, mennyit foglalkoztunk vele, és álmatlan éjszakák voltak, és rengeteg-rengeteg munka. Az idénre beérett a munkának az eredménye. Hát az idén Erdély szerte azt hiszem 33 csapat indult, ebből 13 Kolozsváron, és akik viszont indultak, azok nagyon komoly munkát végeztek. Ugye a Púriesz Óvári Ház őrei, a refisek, azok állnak a legközelebb ahhoz, amit én elképzeltem az örökségünk őreivel kapcsolatban, hiszen nem csak, hogy megtöltötték élettel az épületet, hanem
Egyszerűen takarítottak a kertben, fát vágtak, kerítést építettek, tehát igazi őrök, és mivel az a ház üres, ezért előfordulhat, vagy abban reménykedünk, hogy folytatni fogják ezt a munkát, és használni fogják, akár slam poetry otthonként is. A Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolájának első díjas csapata a Communitas Alapítvány jóvoltából a Bölcs Diákok táborában vehet részt. A Póriesz Óvári ház őrei, Winkler Gyula, Európa Parlamenti képviselő jóvoltából Brüsszelbe utazhat. Hegerűs Csilla a vendégem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát bizonyára nagy elégtétel ön számára ez az újabb siker, újabb év, újabb siker, ugye ez a második alkalom, és hát itt vagyunk a kolozsvári döntő után. Hogyan élte meg ezt az eredményes este? Reszketve, idegesen, könnyesen. Nem könnyű azt látni, és más szempontból csodálatos dolog azt látni, hogy ezek a fiatalok messze túltettek mindenen, amit mi ebben a dologban elképzeltünk. És az a tény, hogy az idén bekapcsolódott a Kozmuca Flóra hallássérültek iskolája, ezt azt mutatja, hogy ez a program képes volt túllépni a standard iskolai határokat. Tehát erre már nem házi feladatként néznek a gyerekek, hanem örömként, élvezetként meg akarják mutatni azt, hogy mi mindent tanultak, mi mindent éreznek az épített örökségünkkel kapcsolatban. Mi érdekes nekik ezzel kapcsolatban. És azt hiszem, hogy azáltal, hogy ők ezeket az épületeket örökbefogadják, mi is újra felfedezzük őket magunknak. Hiszen mindazok az épületek, amelyekről szó volt akár tegnap este, akár tavaly itt Kolozsváron, már nem közömbösek a számunkra. És tanulunk. Igen, a tegnap este mondta ön, nem is tudom a színpadon, vagy azon kívül, hogy az első évben ugye csak a gyerekek számára volt úgymond fontos, úgy érezték, de ez annyira kitágult, hogy most már mindannyiunk számára az, felnőtteknek is. Igen. Mennyit változott a tavaly óta a kolozsvári vetélkedő, mert sok mindenben változott. Így van. Tavaly több csapat indult, de tavaly nem igazán tudták, nem igazán érezték még, hogy mekkora szabadságuk van abban, hogy azt csináljanak tulajdonképpen, amit akarnak. És akkor az történt tehát, hogy az idén kevesebb csapat, összesen 13 indult Kolozsvárról, viszont ezek nagyon komolyan vették a munkát. És tegnap kiforrott színészi produkciókat láttunk gyerekekhez mérten természetesen, és a fél év alatt, ami alatt tulajdonképpen felkészültek erre a programra, online tevékenységben is sokkal többet dolgoztak, tehát sokkal többet promoválták az épületeket, rajzversenyeket szerveztek, takarítottak, bált szerveztek, tehát megtöltötték élettel ezeket az épületeket. Hihetetlenül fontos dolog ez. Ekkora lelkesedés látva a fiatalok részéről, hát hova fejlődhet még ez a mozgalom? Hogy hol látom én mondjuk 10 év múlva ezt a programot? Elmondom, ez a csapat, ezek a csapatok, ezek a fiatalok, ezek azt hiszem, hogy még tudatosabban fognak odafigyelni a mi épített örökségünkre, mint ahogy a nagyszüleink vagy akár mi tettük. Mert igényük lesz az, hogy olyan épületek között éljenek, amelyek amieink, olyan épületek között éljenek, amelynek nem veri le Dorél a vakolatát, amelyet nem bontanak le, és az is az igényük lesz, hogy olyan kortárs produkciók legyenek ezekben az épületekben, amelyek majd az ő gyerekeiket is oda vonzák. Tehát azt hiszem, hogy egy környezettudatos, de épített környezettudatos csapatot, kolozsvári magyar közösséget építünk ezáltal. Azt hiszem, hogy ez a legfantasztikusabb cél, amit esetleg el tudunk érni. Kedves Csilla, megkérem, hogy maradjon, mert folytatjuk a beszélgetést hamarosan egy másik témában.